az ellenzéki főpolgármester jelöltek vitája. És most végre élőben is kapcsolhatjuk önöknek az ATV 2-es stúdióját. A Vitaest televíziós házigazdája Simon András. Jó estét kívánok! A budapestieknek még 2,5 napjuk van arra, hogy előválasztáson válasszák ki az ellenzék közös főpolgármester jelöltjét. Azt az embert, akiben látják a lehetőséget, hogy ellenzéki győzelem esetén ő legyen a főváros első embere. Az elkövetkező több mint egy órában Budapest lehetséges új vezetőjét keressük. Eljött hozzánk az a három jelölt, akik vállalták a megmérettetést, és akikben közös az akarat, hogy leváltsák Tarlós Istvánt. A jelöltek vitája kezdődik most Budapestről élőben. Köszöntöm Karácsony Gergelyt, Kálmán Olgát és Kerpel Frónius Gábort. Van egy képzeletbeli negyedik pulpitus is, amögött Tarlós István állna, hiszen a jelölteknek leginkább vele van vitájuk. És köszöntöm azokat is, akik elkísérték a jelölteket, a közönséget, illetve a jelölő vagy támogató pártok képviselőit, pártelnök és elnökök, parlamenti és európai parlamenti képviselők a stúdióban, és kérem, ne vegyék tiszteletlenségnek, hogy nincs most lehetőségem egyenként bemutatni önöket. A három jelölt már túl van két ehhez hasonló beszélgetésen, de most először láthatók így együtt országos televízióban. A három főszereplőt önök bizonyára jól ismerik, de szakmai hátterüket, képzettségüket és eddigi pályájukat már nem biztos, hogy pontosan. Ezzel kezdünk, figyeljenek! Karácsony Gergely, 44 éves, nős, két gyermeket nevel. Szociológus diplomáját az ELTE társadalomtudományi karán szerezte. Dolgozott a Median kutatásvezetőjeként, és 10 éven át tanított a Corvinuson. 2009-ben csatlakozott az LMP-hez, 2010-ben lett a párt kampányfőnöke, majd országgyűlési képviselője. 2013-ban hagyta el az LMP-t, és több társával együtt megalapította a Párbeszéd Magyarországért zöld baloldali pártot. 2014-ben választották Zugló polgármesterévé, 2018-ban az MSZP Párbeszéd miniszterelnök jelöltje volt, ezúttal pedig a Pártszövetség főpolgármester jelöltje. Ez a város nagyon sokat veszített a szabadságából, és az, hogy ezt a szabadságot visszaszerezzük, ez nem pártpolitikai ügy. Ez nem a pártok ügye, hanem mindannyiunk közös ügye. Kálmán Olga, 51 éves, házas, két gyermeke van. A szombathelyi Berzsenyi Dániel főiskolán tanult magyar nyelv és irodalom, valamint népművelés szakon. Újságíró pályafutását 1994-ben a Magyar Televíziónál kezdte. 1999-ben a Rádió Bridge, 2000-től az Inforádió munkatársa lett. 2003-ban kezdett az ATV-nél, 2016-ban pedig a Hír TV műsorvezetőjeként folytatta televíziós pályafutását. A csatornától tavaly bocsátották el. Bár sokáig cáfolta, hogy politikusi ambíciói lennének, alig három hete a Demokratikus Koalíció bejelentette, hogy őt indítja a főpolgármesteri előválasztáson. Az egészségügy, a KOSZ és a közlekedés. Ezt a három témát, ezt a három területet említették nekem a legtöbben. Úgyhogy főpolgármesterként ennek a három területnek látok neki azonnal. Kerpel Frónius Gábor, 52 éves, négy gyermeke van. A Janus Pannonius Tudományegyetem történelem francia szakán végzett. Rendszerszervezőként és projektmenedzserként is dolgozott. A Momentumhoz a Nolimpia kampányt követően csatlakozott, a 13. kerületi alapszervezet vezetője lett. A májusi európai parlamenti választáson a párt EP listájának 6. helyén szerepelt. A jó eredmény után a Momentum úgy döntött, hogy saját jelöltet indít az előválasztáson. Ekkor nevezték meg Kerpel Frónius Gábort. Azonnal hozzá kell látnom ahhoz, hogy ezt a várost, ennek a városnak a költségvetését megszabadítsam attól a maffia-szerűen rárakódott képződménytől, aminek egyetlen célja az, hogy a közpénzeket magánzsebekbe vándoroltassa. No, gyorsan néhány szó a szabályokról, amik jószerivel nincsenek. A vitában rendkívül kevés kötöttség lesz. A témákat nem a jelöltek javasolták, hanem mi választottuk. Nincsenek szabott másodpercben mért időkeretek. Az udvariasság szabályai mellett ér közbeszólni, elkérni vagy átvenni a szót. Egyetlen ponton lesz kivétel a jelöltek legutolsó megszólalásánál. Az egyfajta kortes beszéd lesz, ott sorsolással döntjük el, hogy milyen sorrendben kapnak szót. Világos minden? Kezdhetjük? Igen. Ha nincsenek szabályok, akkor van. Könnyű megegyezni őket. Milyen képességek és tudások vannak önökben, amik alkalmassá teszik
a jelölteket arra, hogy Budapest jó vezetői legyenek. És külön kérem, hogy említsenek néhány olyan területet, ahol a felkészültségüket még érdemes lehet bővíteni. Szerintem minden olyan terület, ami budapestieknek fontos, ott érdemes még bővíteni azt, hogy mit tudunk és mit gondolunk a városról, hiszen mindannyian csapatkapitánynak készülünk. Ezzel együtt is én január óta készülök arra, hogy elinduljak a főpolgármester választáson. Kaptam a Fidesztől Lapait Anyait, lehet látni, hogy bírom az ütéseket, és a programom és a csapatom készen áll arra, hogy ezt a Budapestet megváltoztassuk. Én nem fogok politikusként beszélni, mert hogy 25 éven keresztül úgy kérdeztem, és úgy beszéltem, ahogy azt a nézők tennék, ahogy ők kérdeznének, és ők beszélnének. És az az igazság, hogy politikusként sem fogok a politika kedve miatt megváltozni. Én ugyanaz maradok, és az emberek nyelvén szeretnék beszélni, és fogok is. És nem fogom azt a politikai nyelvet átvenni, amely párt érdekek alapján, mondjuk az ellenfelek alázásával és gyalázásával foglalkozik. Nem fogom azt a politikai nyelvet beszélni, amely párt érdekek alapján, mondjuk elhallgatja a mutyikat. Én az emberek nyelvén beszélek, 25 évet és 25 éven keresztül készültem a politikából, a közéletből, a gazdaságból, a várospolitikából, most pedig cselekedni szeretnék. Kerpel Frónius Gábor. Én elsősorban azt szeretném elmondani, bár nem értek egyet egészen Kálmán Olgával, szerintem ez egy kifejezetten nagyon politikai feladat az, hogy Budapest főpolgármestere legyen az ember. Én azt gondolom, hogy ennek a városnak víziót kell adni. Ehhez természetesen tudni kell beszélni az emberekkel, tudni kell víziót adni, és ugyanakkor meghallgatni az embereket, beépíteni a közös szándékokat Budapest irányításába. Én a munkavilágából jövök, hosszú évtizedek óta vezetek olyan projekteket, amiket ismeretlen szervezetekben kell csinálni. Van képességem arra, hogy fölmérjek egy-egy új szervezetet, megtaláljam azokat a kulcsembereket, akikben bízni lehet, akikkel érdemes együtt dolgozni, tudok kompromisszumokat építeni, és tudok nagyon-nagyon-nagyon komolyan vitatkozni akkor, amikor erre szükség van. Ezek a képességeim vannak, és nyilván például média szempontjából nagyon-nagyon sokat kell fejlődnöm még, mert... Egészségi állapot az rendben van? Tudják, hogy mire célzok. Ugye Tarlós István azt mondta, hogy lehet, hogy ezzel kéne kezdeni. Hát a stílus az maga az ember, és pont erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy én azt a fajta politikai nyelvet soha nem fogom beszélni, politikusként sem, városvezetőként sem, ami az ellenfelek, a politikai ellenfelek emberi méltóságába való beletaposást, megalázást jelenti. Ez nem az én stílusom. Politikus leszek, városvezető leszek, és városvezetőként a város érdekében fogok cselekedni, de nem pártpolitikai érdekek alapján. Tarlós István folyamatosan olyan mélyre süllyed, hogyha követni akarnánk, akkor keszonbetegséget kapnánk, úgyhogy szerintem ezt meg se próbáljuk. Én azt gondolom, hogy Tarlós Istvánnak nem élcelődnie kéne ilyen dolgokkal, tehát Tarlós István annak a Fidesznek a képviselője, aminek a vezetője túl gyáva ahhoz most már több választás óta, hogy kiálljon érdemi vitára azokkal az emberekkel, akik őt kihívják. Semmilyen módon nem reagált ő az elmúlt napokban elhangzott gondolataikra, tehát túl vagyunk két ehhez hasonló vitán. Semmi nem jött vissza azokból a gondolatokból, amit ott elmondta? Amikor megkérdezték, hogy mi a véleménye Kálmán Olga indulásáról, ő azt mondta, hogy semmi nem jut eszébe. Hát nekem viszont nagyon sok minden eszembe jut Tarlós Istvánról. Eszembe jut az utcamocska, a levegőmocska, eszembe jut az, hogy elvették a fővárosunktól az egészségügyet, hogy elvették az oktatást, kicsavarták a kezünkből, hogy nincs semmibe beleszólásunk. Eszembe jut az egészségi állapotunk, eszembe jut a tömegközlekedés. Soroljam még Tarlós István. Az elmúlt hónapokban Tarlós István velem rengeteget foglalkozott, folyamatosan üzengetett, valótlanságokat állított. Én akkor vitára hívtam, hogy akkor ezeket az ügyeket beszéljük meg. Természetesen a vita elől elugrott. Remélem, hogy a előválasztás győztesével már nem fogja tudni megtenni azt, hogy nem vitatkozik. Bizonyítsa be, hogy ő tényleg nem fideszes, mint amit állítani szokott. Mi pontosan tudjuk, hogy az, és ezért erős kétségünk van azzal kapcsolatosan, hogy mer-e majd vitatkozni bármelyikünkkel is. Az biztos, hogy velem nem mert. Mit gondol Gábor, hogy részéről ez nem figyel oda a hatalmi gőg, egyszerűen nem foglalkozott vele az eddig elhangzottakkal? Mi lehet az oka, hogy nem? Én azt gondolom, hogy ez a Fidesznek a szokásosan követett taktikája, hogy egyszerűen negligálják az ellenfelüket, de mindezt azon az áron, hogy mélyen semmibe veszik a saját választóikat, akik kénytelenek úgy szavazni a Fidesz által támogatott jelöltekre, hogy bizony semmit nem tudnak arról, hogy mit kezdenének az illetők a rájuk bízott pozíciókkal. Köszönöm szépen, villámkérdésekkel folytatjuk mindjárt.
Tehát villámkérdéseket fogok feltenni közlekedés, parkolás, lakhatás és a város gazdálkodásának témaköreiben. Mindenki egy-egy kérdést kap témakörönként, és mindegyik kérdésre pontos válasz adható. Kezdhetjük? Igen. Karácsony Gergely kérdése, mennyibe kerül egy BKV vonaljegy? Ez nagyon könnyű kérdés. Nem tömbben, egyenként megvéve. 350 egyenként, 300 forint tömbben és 450 forint, hogyha a gépkocsi vezetőtől vásárol. Pontos válasz, köszönöm szépen. Kálmán Olga, mennyibe kerül a nyugdíjas havi bérlet? 3350. 330. Bocsánat, de 30. Elfogadható. A 20 rendben. Forint a borra való. Gerpel Frondius Gábor kérdése, mennyibe kerül a diákok havi bérlete? Hú, az olyan 3500 körül van. 3450. Első kör kipipálva. Karácsony Gergely kérdése, közlekedés, parkolás témakör. Hány fizetős parkolóhely van Budapesten? Hát összesen 40-50 ezer parkolóhely lehet. 112 ezer, ennél kicsit több, jóval kevesebb, mint amennyi gépkocsi egyébként van a fővárosban. A fővárosiak hány százalékának van autója? Kálmán Olga kérdése. Saját tulajdonban? Igen. Szerintem 60. Céges autók nem számítanak. Aztán 60%-nak van. Kevesebb, 36%. Akkor beleszámoltam a céges autókat is. A válasz nem pontos, de szellemes. Gerpel Frónius Gábor kérdése, átlagosan melyik kerületben átlagosan a legolcsóbb a parkolás? Tehát a kerületeknek vannak különböző zónái, átlagosan melyik kerületben legolcsóbb parkolni Budapesten? 15. Nem tudom. Nincs fizetős. Nem tudom. Kőbánya. Itt, Kőbányán, a 10. kerületben. Lakhatás kérdése. Karácsony Gergely kérdése. Hány önkormányzati bérlakás van Budapesten? 2017-es adatra emlékszem, ami 41 ezer környékén van, azóta valószínűleg kevesebb, és ennek a töredéke fővárosi a kerületek többségében van. Stimmel. Kálmán Olga kérdése. Melyik kerületnek van a legtöbb bérlakása? Feltételezem, hogy az 5. kerületnek. 13. kerület. 13. Igen. Úgy láttam, hogy tudták volna a többiek. Kerpel Frónius Gábor kérdése, hány önkormányzati bérlakás áll üresen Budapesten? Minden 9. Én számot tudok, a minden 9. az számokra lefordítva mennyit jelentene? 100 ezer üres lakás van, az önkormányzati bérlakásokat ebből nem tudom. Pontosan? 3900 környékén. 3900 a pontos válasz, így van. Az utolsó kör a főváros gazdálkodása. A teljes magyar GDP hány százalékát termelik Budapesten? Hát több, mint az egyharmadát, olyan 40% környékén. 35 és 40 között. 36%, stimmel. Kálmán Olga, mennyi pénzből gazdálkodhatott Budapest? 2010-ben ugye ez volt Demszky Gábor utolsó. 560 milliárdból. 535 milliárd. 560 volt az utolsó, és most 380. A főváros honlapja szerint 535 milliárd, de ezen a néhány 10 milliárdon nem fogunk összeveszni. Kerpel Frónius Gábor, mennyi pénzből gazdálkodhat most Budapest? Tehát az 266 milliárd a bevétele, és 380 milliárd a kiadása a tervezet szerint. Stimmel. Köszönöm szépen, innen folytatjuk hamarosan. Na és a következő néhány percben lehet érinni, meleg van, nyugodtan. Szóval a következő néhány percben azzal folytatnánk, hogy amennyiben Budapest főpolgármestere lesz önökből, mi lesz az első három intézkedésük, amit haladéktalanul meghoznának? Az én első intézkedésem az lenne, hogy kineveznék egy elszámoltatási biztos, nem tudom, hogy milyen néven, de lényeg az, hogy a legértékesebb fővárosi szerződéseket azonnal áttekinteném, hogyha azok hátrányosak a fővárosra nézvést, akkor azokat megpróbálnám fölmondani, illetve kártéréseket indítani. Ehhez kell hivatalba lépni? Tehát ezt nem lehetne már most elkezdeni? Hát szerintem most arról beszélünk, hogy mi történne akkor, hogyha hivatalba lépnék. Igen, ezt csinálnám. Szerintem igen. Okay. Egyébként ugyanezeket a standardokat, amiket a múltra vonatkoztatnék, azokat a jövőre vonatkozóan is szeretném, ezért egy átláthatósági biztost is szeretnék kinevezni, akinek a legfontosabb feladata az, hogy megfogalmazza azokat az átláthatósági standardokat, amiket érvényesíteni akarunk, amivel az átláthatóságát és áttekinthetőségét Budapest gazdálkodásának a legkomolyabb szintre emeljük. Komoly gyanú van?
Tehát amit elmondott első két intézkedésből, ebből számomra az következik, mintha masszatolásokat látnak. Én azt gondolom, hogy Budapest költségvetését jelentősen megterheli az a maffiaszerűen ráépült szervezet, aminek a fő célja az, hogy közpénzeket magánzsebekbe vándoroltassanak. Ugyanúgy, ahogy országos méretekben is van, ez budapesti méretekben is van. Okay, és a harmadik pedig az üresen álló önkormányzati bérlakásoknak a föltérképezése, állapotuknak a föltérképezése, egy lajstrom róluk, és egy nyilvános pályáztatási rendszer, hogy ezek ne legyenek elzárva a rászorulók. Köszönöm szépen. Nincs szabott sorrend. Az egészségünk biztonsága 5-15-25. 5 percen belül tudjak időpontot foglalni egy szakrendelőbe. 15 percen belül találjak egy nyitvatartó patikát. 25 percen belül derüljön ki, hogy milyen ügyeleti, orvosi szükséget bírok, tehát mire van szükségem, milyen segítségre. A másik legfontosabb terület az a köztisztaság. Naponta felmossuk az aluljárókat, hetente felmossuk az utcákat. Ez nem csak köztisztaság, hanem levegőszennyezettségi kérdés is. Az utca porát is el kell takarítani. Harmadik. A köztisztaság területén, igen. És a harmadik, ami nem közvetlenül a tisztaság, de mindenképpen havonta, mert a levegő tisztasága is fontos, 10 roncsderbi buszt le kell cserélni elektromos buszra. Tudjuk a költségét, és ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy ez megvalósíthatatlan. A harmadik intézkedésem pedig az kicsit szertágazó a közlekedés területén. Először is szeretném, hogyha a 18 év alatti diákok ingyenesen használhatnák a BKV-t. Ez is kigazdálkodható. Szeretném a parkolási mutyit kicsavarni mindenki kezéből. A parkolás kizárólag a főváros kezébe tartozhat, és készpénzmentessé szeretném tenni. A harmadik pedig azonnali hatállyal szeretném a légkondicionálást megoldani a 3-as metron. Ez a 3 fő terület van. 3x3 ponttal. Jószerivel szerintem mindegyikről fogunk még beszélni, csak az 5-15-25-re hadd kérdezek vissza, mi az, amit ebből az első nap el lehet kezdeni? Mert ez egy őrületesen nagy vállalásnak tűnik. Első nap azonnal fel kell venni a kapcsolatot az országos mentőszolgálattal. Ma körülbelül majdnem 20 helyen van orvosi, házi orvosi ügyelet a fővárosban. Ezek kerületi fenntartásban vannak. Plusz ott van a mentőszolgálat. Ha nekem bármi bajom van, az éjszaka kellős közepén, nem biztos, hogy egyből mentőt kell hívni, de az meg nagy valószínűséggel be fog következni, hogy az orvosi ügyelet nem tud kijönni hozzám. Egész egyszerűen a mentőszolgálatnál van egy olyan szakértelem, egy olyan tudás, akik ezt a házi orvosi ügyeleti rendszert, a házi orvosi gyermekügyeleti rendszert össze tudják hangolni. Okay. 25 percen belül derüljön ki, hogy mire van szüksége. Hát a kapcsolatfelvételig el lehet jutni, 24 órában elfogadom. Karácsony Gergely. Hogyha egy kicsit ilyen tágabban értelmezzük, hogy mi az első 3 intézkedés, akkor én sem olyat mondanék, amit egy nap alatt meg lehet tenni, bár nekem, amit a Gábor mondott, azért szimpatikus, mert nekem ez volt az első intézkedésem, hiszen az újai polgármesterként az első elfogadott rendeletünk pont az átláthatóságról szólt. Bevezetném a Tiborcadót a 500 milliárdnál drágább ingatlanokra, amelyek igazságot tudnak szolgáltatni a budapestieknek. Megkapta már a keresett levelet? Még nem kaptam meg, már alig várom, hogy pereskedjek Tiborcz Istvánnal. Nem tudom, miért vette a nevére ezt az adót. Mert hogy a bankbánból jött a név ötlet? Igen, hát azt gondolom, hogy ő lehet, hogy nem közszereplő, de hogy közpénzszereplő, az egészen biztos. Úgyhogy bevezetném a Tiborcadót azért, hogy a lakhatási problémákat tudjuk enyhíteni. Elkezdeném Budapest legnagyobb fásítási programját, a budapesti nagyerdőprogramot a Csepeli-szigeten, és új egyensúlyt szeretnék kialakítani a közlekedés politikában. El kell érnünk azt, hogy nem csak a diákok esetében, ami egy nagyon helyes javaslat, hanem a felnőtt lakosság esetében is csökkentsük jelentős mértékben az éves béletek árát. A bécsiek ugyanannyit fizetnek a közlekedésért Bécsben, mint a budapestiek, miközben 3,5-szer annyit keresnek. A Kálmán Olga megjegyzése arról, hogy ne higgyenek azoknak, hogy nem lehet Budapestet elektromos buszokkal felszerelni, nem vette egy kicsit magára? Nem. Az kétségtelen, hogy az elektromos... Igen, és párbeszéd részről érkezett. Igen, ez az elektromos virálat. Buszok egy óriási lehetőséget jelentenek a nagyvárosoknak. Ezzel kapcsolatosan sokfélét olvasunk és gondolunk. Lehet látni azt, hogy nyugat-európai nagyvárosok készülnek erre a fordulatra, de mondjuk a világ leggazdagabb városai is egy kicsit kevésbé ambiciózusak, mint Olga, de hát ezen nem múljon, ha lesz rá pénz és a rendelkezés ára a technológia, akkor ez működhet. Az nagyon fontos tudni, ha már belemegyünk szakmai részletekbe, hogy Párizs, amely élen jár az elektromos buszok beszerzésében, ők is úgynevezett szóló buszokat vesznek, tehát a nagy csuklós buszokat egyelőre még nagyon nehéz kiváltani elektromos buszokkal, de azt gondolom, hogy ezzel biztosan nem fogunk összeveszni.
Az biztos. Van olyan is, ahol kiváltották a nagy csuklós buszokat. Az biztos, azért hogy... sem fogunk ezen vitatkozni, mert például a kormánynak hát, egy nagyon határozott... Mert nem tudom elmondani, amit gondoltam, nem baj. Nagyon határozott. Azt mondta az András, hogy közbevághatunk. Yes. A kormány április 18-án Gulyás Gergely részéről bejelentette azt, hogy 3000 elektromos busz beszerzését finanszírozza. Tisztelettel kérem már most a kormány képviselőjét, hogy Budapest kér ebből a 3000 darabból. Más dolog, hogy el lehet írni a kormánynak egyetlen szavát is ezzel kapcsolatosan, hogy bármivel kapcsolatosan. A folytatáshoz megalapoztuk a hangulatot. Köszönöm szépen. Elképzelések közlekedésről, parkolásról, lakhatásról, élhetőségről, a zajszennyezés és a légszennyezés csökkentéséről, egy jobb levegőjű, zöldebb városról. Ezzel folytatjuk néhány perc múlva. Az ellenzéki főpolgármesteri jelöltek vitáját látják élőben Budapestről. A folytatásban egy rövid körkérdés után két-két markáns programelemet ismertetünk a jelöltektől. Ezekről először az ötletgazda beszél, de a többieknek lehetőségük van véleményezni az elképzelést. Ezzel folytatjuk tehát, de előtte egy kérdés, ami nagyon érdekel engem, hogy kinek melyik a kedvenc városrésze, vagy hogyha ennyire nem mennének bele, legalább a kedvenc helye Budapesten. Nekem Zugló és a Városliget. Zugló és a Városliget. Nekem a Károly kert, nagyon sokat sétáltam ott a kisfiammal, amikor kicsi volt. Mi az, ami különösen szép benne? Hát, hogy az 5. kerületben találsz végre egy zöld felületet. Ez már önmagában unikális, mert ugye elég sokat kellett addig szaladni az aszfalton, vagy védekezni úgy, hogy a rád fröccsenő autóbusz által felnyomott sár tengert, azt megpróbálta az ember így a hátával kivédeni és a gyereket óvni. És akkor, amikor végre arra a kis szigetre megérkeztünk a babával, akkor az egy jó érzés volt. Gábor? Nekem a római part. Azért nem a római parton vagyok meglepve, én őszintén szólva arra számítottam, hogy mindenki kitérő választ fog adni, mert egy város készülő főpolgármestereiként nem emelhet ki egy kerületet, mondjuk Karácsony Gergely ilyen szempontból természetesen kivétel. De hogyha egyszer volt egy egyenes kérdés, akkor arra az ember ad egy egyenes választ, és nem azt válaszolja, amit így a választók hallani akarnak. Lehet, hogy nem ehhez vagyok szokva, de köszönöm szépen. Okay. Jó leső érzés az új világ. Őszinte kérdésre őszinte válasz. Köszönöm. Szeretnék egy grafikont mutatni önöknek, és természetesen a nézőknek is. A grafikon azt ábrázolja, ami a budapestieket leginkább foglalkoztatja vagy bántja. Látják, a grafikon élén torony magasan az egészségügyi kérdések vannak, aztán 15%-kal a lakhatás, 12%-vel az utak állapota, 10-es az autók és dugóhelyzet, ez még mindig közlekedés, és legalul szintén közös 10 ponttal a közösségi közlekedés és a tömegközlekedés állapota. Ezt csak azért mondtam el, mert nagyon hasonló tematikában fogunk haladni. Kerpel Frónius Gábortól idézek, a budapestiek a havi bérüknek maximum 30%-át költsék lakhatásra. Budapesten elszabadultak az ingatlan árak, tehát most már egyáltalán nem kirívó, hogyha egy lakás négyzetmétere 1 millió forint fölött van. Mit tud ezzel kezdeni a fővárosi önkormányzat? Hol van ebben mozgástér? Hát növelni kéne a önkormányzati bérlakás hányadot mindenképpen, és úgy általában vissza kéne vezetni egy csomó lakást a bérletként hozzáférhető lakásoknak a piacára. Tehát ugye jelenleg a kormányzati politika az elsősorban a tulajdonlást támogatja, például a csok is erre vonatkozik. Budapesten a lakásoknak a 80%-a saját tulajdonban van, és ez egy olyan dolog, ami egyébként a mobilitásra is hátrányos hatással van. De az ugye probléma, hogy például a diákok, akik nem találnak kollégiumi elhelyezést, fiatal pályakezdők, fiatal családosok, meg úgy általában mindenkinek nagyon nagy problémája az, hogy nagyon sokat, átlagosan 60-70%-át kell a jövedelmüknek lakbérre költeni, akik kénytelenek lakásbérelni. Én ezt értem, a hogyant még nem teljesen. Tehát mondjuk a befektetési céllal vett lakást nagyobb üzlet rövid távra kiadni. Tehát például a kormány turizmus támogatói tervei, az pont szembe megy az ön elképzelésével. Hát, van ugye egy meglehetősen nagy Airbnb piac, 2017-ben 1,5 millió vendégészakát töltöttek Airbnb-ben, jövőre valószínűleg 2 millió lesz, és ennek a bevétele, ez semmilyen módon nem, tehát az ennek a bevétele az adó
terhelés formájában nem jelentkezik a közösségi költségvetésekben, tehát ezt meg kell adóztatni, ez az egyik dolog. Ebből lehet valamilyen módon fejleszteni a bérlakás hányadot, ezt növelni kell. A budapesti lakások közül minden kilencedik üresen áll. Lakatlansági adót tervezünk annak érdekében, hogy visszavezessük ezeket az üresen álló lakásokat a lakbérpiacra. Ez is fontos, és ez is abba az irányba mutat, hogy lefelé mehetnek a lakbérárak. A harmadik pedig az, hogy valamilyen módon bérlakás építési programot kell kezdeni, mégpedig mi azt mondjuk, hogy nem úgy kell a bérlakásokat építeni, hogy az önkormányzat saját kivitelezésében csinál bérlakásokat, hanem megpróbáljuk a társasház kivitelezőket rávenni arra, hogy illetve kötelezzük őket arra, hogy az újonnan épülő lakások 30%-át a piaci ár 50%-áért eladják az önkormányzatoknak, hogy azok ilyen módon növeljék a bérlakások hányadát. Piaci ár 50%-áról, akkor ők vagy buknak rajta, vagy elesnek haszontól, amit egyébként megszerezhetnek. Vagy valamennyire emelkednek az árak, igen, ez benne van, tehát hogy a többi lakáson vissza kell hozni, de ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon piackonform megoldás, hiszen előre kalkulálható üzletileg az, hiszen így kapják az engedélyt ezzel a feltétellel. Önök végtelenül udvariasak. Érdekelne az, hogy... Én nem a piacot piszkálnám, én sokkal inkább a kerületeket. Nem piszkálnám, hanem megbeszélném velük ezt első körben, ezt a problémát, amikor itt az üresen álló önkormányzati bérlakások kérdését feszegettük. Igazából azt sem tudjuk pontosan, hogy hány üresen álló önkormányzati bérlakás. Miért állnak ezek üresen? Ugye azt mondjuk nagyjából 4000 lakás. Miért állnak üresen ezek az önkormányzati lakások? Nyilván többségére kellene némi ráfordítás. De hát ez nem megspórolható. Sem az új bérlakásépítés nem megspórolható, és a régiek felújítása és értékesítése szociális, illetve piaci alapú bérlakásként nem megspórolható. Én ezt szeretném a kerületi vezetőkkel természetesen első körben megbeszélni, és örülök, hogy Gábornak is van olyan ötlete, hogy ha nem megy, szép szóval akkor legyen valami fajta nyomatékosító erő a fővárosi önkormányzat kezében. Az biztos, hogy 5 éven belül 10 000 új bérlakásnak kell épülnie a fővárosban, és ne kételkedjenek, ezt is meg lehet csinálni. Mondjam a számokat? Szeretném, hogyha Gergely is megszólal. 300 milliárd forint, hogyha van ennyi pénz, akkor meg kell csinálni. Ennek a Momentum javaslata szimpatikus, erős kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy működik-e, tekintettel arra, hogy ennek ez lesz az eredménye, hogy a bérlakásépítő cégek, vagy a lakásépítő cégek még drágábban fogják értékesíteni a lakásaikat, mert be fogják kalkulálni azt a kockázatot, hogy az önkormányzat vagy megveszi, vagy nem veszi meg. Ennek van egy negatív hatása. Szerintem bérlakásokat mindenképpen kell építeni. És nagyon fontos az, hogy az üresen álló önkormányzati bérlakásokat is fel kell tudni újítani, vagy ha nem is újítja fel az önkormányzat, akkor legalábbis kötelezni kell őket arra, hogy felújítási kötelezettség mellett adja bérbe, hiszen ezeknek a többsége azért áll üresen, mert gyakorlatilag lakhatatlan állapotban van. Azért áll üresen, mert fideszes polgármesterek vezetik ezeket a kerületeket, és ők tolnak erre a problémára. Nyilvánvaló, hogy ez egy macera. Nyilvánvaló, hogy ezeket a bérlakásokat jellemzően egyébként olyan polgárok szokták bérelni, akik nem feltétlenül Fidesz szavazók. Ennek csak és kizárólag politikai okai vannak. Tehát, hogyha elindulok abba az irányba, hogy ösztönözzük a kerületeket, hogyha nem is akarja kiadni, akkor adja át a fővárosnak értékesítésre, tovább bérlési lehetőséget biztosítva, akkor ez egy komoly erőlépés. És nagyon fontos, hogy a fővárosi önkormányzatnak rengeteg olyan vagyon eleme van, ami alkalmas arra, hogy egy bérlakásépítési vagy non-profit lakásépítési programban részt vegyen. Nem kell feltétlenül minden egyes esetben az önkormányzatnak bérlakásokat építeni, mert a jól működő nagyvárosi lakáspolitika, abban az egyik elem a bérlakásépítés, a másik pedig a non-profit lakásépítések, amelyek Magyarországon szinte teljesen ismeretlenek, és az Airbnb kapcsán pedig azt gondolom, hogy az Airbnb-t igenis korlátozni kell, amíg egy városban emberek utcán élnek, másoknak pedig nincsen megfizető lakhatása, addig nem használjuk szállodára a lakásainkat. Karácsony Gergelynek szeretném megadni a szót. Mert hogy az ő ötletével folytatjuk, csak azért, mert elvész ötlet, hogyha kifutunk az időből. Egy mondatot muszáj a lakással kapcsolatban. Higgyenek nekem, hogy nem elképzelhetetlen, hogy a kerületek, tehát 23 kerület plusz főváros évente 100 lakást építsen. Akkor az már 2400, hogyha azt beszorozzuk 5 évvel, akkor megvan 12 000 új lakásunk. 100 lakást nem tud a kerület bevállalni és felépíteni. Piaci alapon lehet értékesíteni. Meg fogjuk csinálni. Közlekedés. Bocsánat, elnézést, azért még én is hozzátennék néhány dolgot
kapcsoltam ahhoz, amit a Karácsony Gergely mondott. Tehát egyrészt az, amit mond a közösségi lakásépítésről, az egy olyan szemléletváltozást jelent, ami egy feltétlenül hosszabb távú dolog, mint amennyi idő alatt ezt a kérdést nekünk meg kell oldani. A másik a kockázatokról. Szerintem az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy ezt a hányadot átveszi ezen az áron, tehát az építtetőnek nincs kockázata. Az önkormányzatnak viszont csökken a kockázata, mert hogy pontosan tudja, hogy olyan lakásépítésekről van szó, amiknek a minőségén nem fog spórolni az építtető, mert hogy a 70%-át tulajdonba adja. És a szegregáció, amin ugye a múltkor vitatkoztunk, hogy szerintem ennek van az az előnye is, hogy a bérlakások, illetve a tulajdonolt lakások ugyanabban a házban vannak, tehát a vagyoni szegregáció, Budapest ketté hasadása nem folytatódik tovább, és ez egy nagyon fontos szociális célom nekem, mint főpolgármester. A budapestiek fájdalom listáján előkelő helyen van a közlekedés is. Karácsony Gergely bevezetné a közlekedési alapjövedelmet. Ugye az alapgondolat az az volt, hogy az autósok is kapnak támogatást a parkolási hozzájárulás vagy a parkolási utalványok formájában, így aztán ez járna másnak is. De ugye Budapest nem csak autósokból és nem autósokból áll. Nem, Budapest emberekből áll. Polgárok élnek itt, akik valamilyen módon közlekedni akarnak. És mindenki? Tehát nem lehet, mindenki. Hogy például vannak idősek, akik nagyon ritkán mozdulnak ki otthonról. Vagy van sok ember, aki kerékpárral. Világos, én azt akarom mondani, hogy egy jó város úgy tekint a polgárai, akik közlekedni akarnak, és ehhez eszközöket kerestek. Nem autósokban gondolkodik, meg bringásokban, hanem polgárokban, akik közlekedni akarnak. Abban szerintem mindannyian egyetértünk, hogy Budapest túlterhelt az autóktól, részben az átmenő forgalom és különösen a belvárosra terhelő autóforgalomnak óriási egészségügyi és más hátulütői vannak. Tehát ezzel valamit kezdeni kell, ez az egyik. A másik, miközben fejlesztenünk el a közösségi közlekedést, erről, ha lesz még időnk, biztosan fogunk beszélgetni, hogy mik a legfontosabb fejlesztések. Szerintem egyébként a meglévő metrószakaszok meghosszabbítása a legfontosabb, mert ezek alkalmat adnak arra, hogy a város végpontjain építsünk P+L parkolókat, és onnan akkor az agglomerációban ne kelljen autóval bejönni, hanem ezekkel a gyors és kényelmes közlekedési módokat választassák az emberek. De ezzel együtt is a budapesti tömegközlekedés szerintem drága. Még egyszer mondom, hogy van a bécsi példa, Bécsben, amikor a zöldek bekerültek a városvezetésbe, az volt a fő programpontjuk, hogy 1 euró legyen a közlekedésnek az ára. Magyarországon vagy Budapesten nagyjából ennyi, csak ugye háromszor annyit keresnek Bécsben az emberek. Tehát olcsóbbá kell tenni a közlekedést. Az alapjövedelemnek az a filozófiája, hogy én pont, hogy azt az elvet követem, hogy mindenki kapjon valamilyen támogatást, vagy azáltal, hogy egy olcsóbb éves bérletet tud venni, vagy azáltal, hogy a ma ezek szerint akkor 100 000 fizetős parkoló helyen egyébként ingyen parkoló polgároknak is fölkínálom azt a lehetőséget, hogyha bevállalja azt, hogy az autót nem fogja használni a belvárosban, akkor ő is megkapja ezt a támogatást. Elvenni senkitől nem veszünk semmit, mindenki kap valamit. Jellemzően egyébként azt szeretnénk elérni, hogy az éves bérlet ára nagyjából a felére vagy harmadára csökkenhessen. Ez, hogy rákényszeríteni az embereket, hogy a külső kerületekben hagyják az autójukat, ez nem a belső kerületeknek, hát anyagi kényszerrel. Nem ez nem a belső kerületek lakóinak az ügye? Az egész főváros ügye. Hát pont az a baj egyébként például az egész parkolási rendszerrel, hogy nem egy egységes fővárosi parkolási rendszer van. Ez egy óriási probléma. Az is egy probléma, hogy a parkolási bevételeket nem közösségi közlekedésre fordítjuk, hanem másra. Valahol ellopják, valahol nem. Hát valahol igen, valahol igen, nem. Igen. És ez azért rossz, mert nem tud a város egységben gondolkodni. Egy egységes parkolási rendszer szükséges egy egységes közlekedéspolitikához, és abban a közösségi közlekedésnek a versenyelőjét növelni kell, azzal, hogy a közlekedés jobb és olcsó. Itt alapvető filozófiai különbség van szerintem Karácsony Gergely és én közöttem. Én nem a támogatás, vagy a büntetés, vagy a támogatás megvonása, vagy ilyen célú ösztönzéssel gondolkodom elsőként, vagy első lépésként, hanem elvégezni azt a feladatot, amit az elmúlt 9 évben nem végzett el ez a főváros, nem végzett el ez a kormányzat, vagy nem adta oda rá pénzt. Egyszerűen ebben a városban csak az szenved, aki ezt a várost használni akarja. Nem tud közlekedni, nincs normális csatlakozás a különböző közlekedési eszközök között. A bringások életveszélyes módon biciklizhetnek a Margit hídon és számtalan más helyen. A Margit hídon, bocsánat, kiváló kerékpársávban egyébként. Én nem merek abban a kerékpársávban sem biciklizni, biztos én vagyok a gyáva, és nálam sokkal bátrabb férfi emberek vannak. Olyan helyeken, ahova felfestik a bicikliút sárga festékkel a csíkját, az nem egy biztonságos bicikliút. Biztos vannak kamikáze. Tehát először is el kell végezni azokat a feladatokat, az nem járja, hogy egy várost sem megkerülni nem lehet ingyenesen, sem áthaladni nem lehet rajta ingyenesen, hogyha a dugódíj kérdéséhez kiukadunk.
a tömegközlekedés, a kötött pályás közlekedés, a P plusz R parkolók építése, és nem csak a külső kerületekben, fel kell venni a kapcsolatot az agglomerációs polgármesterekkel is, a külső kerületekkel érintkező települések polgármestereivel. Hát hány ember jár ide dolgozni? Ők is szívesen letennék az autójukat. Ne büntessük mindig csak az autósokat, vagy csak a tömegközlekedőket. Mindenki élni akar ebben a városban, de pillanatnyilag senki nem teheti meg ezt. Gábor? Mielőtt röviden elmondanám a saját mondani valómat, reflektálnék a két jelöltársamra, és pont ellenkezőleg, tehát hogy nekem a közlekedési alapjövedelemmel kapcsolatban az a problémám, hogy megjelentek erről cikkek most így a sajtóban, és gyakorlatilag ilyen 10 milliárdos nagyságrendben csúszkálnak ide-oda a becslések, és ezzel az ötlettel kapcsolatban az a problémám, hogy az, ahogy előterjeszted, egy kicsit még kevéssé körülhatárolt, és ezért nem lehet pontosan tudni, hogy mennyibe kerül, mit érünk el vele. Tehát ezt mindenképpen pontosítani kéne. A másik oldalról viszont nem kapja meg a főváros a pénzt. Na igen ám, de mire akarjuk azt a pénzt használni, amire egyszer megkapjuk? Tehát, hogy szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy koncepciónk. Én abból indulok, én már ilyen konzervatív vezető vagyok, hogy egyelőre Budapestnek a költségvetése sajnos nem lesz több. Baromi nagy nyomás alatt fogunk élni, tehát tényleg ilyen eszközökkel kell majd szembesülnünk, vagy ilyeneket tudunk maximum alkalmazni, hogy például a menetrendeket összehangoljuk, hogy lehetővé tegyük olyan emberek számára, tehát az alternatívák felkínálása az embereknek, mert tényleg nem olyanok vannak, hogy autósok meg bringások, az ember megfontolja, hogy éppen akkor mit akar elintézni, annak megfelelően választja a tömegközlekedést, a bringát vagy az autót, vagy ezeknek kombinációját. Szerintem adott esetben nagyon sokat javíthatnánk a budapestiek életminőségén, hogyha lenne egy integrált bérlet, amit használhatunk az agglomerációs közlekedésre, BKV-ra, Bubira, meg ilyen közösségi elektromos autókra, ezzel is csökkentenénk az autóknak a számát a belvárosban. Miért szüntették meg a közlekedési szövetséget? Olga, Kálmán Olga ötletével folytatnánk. Szó volt már róla, 5 percen belül mindenki időpontot foglalhasson szakorvosi ellátásra. Fog-e változni ettől az 5 perces időpont foglalástól az, hogy sokszor az emberek egy fél napot várnak a rendelőben, hogy sorra kerüljenek? Hó, fél napot várnak, akkor boldog emberek, akik csak fél napot várnak hát a rendelőben. 3 hónap múlva, amikor három a időpontot kapok. 3 hónap múlva várnak fél napot. Mi változik ettől? Oké, időpontot foglalni könnyebb lesz, gyorsabb. Először is ugye azt pontosan tudjuk, hogy a Fidesz kormány a főváros kezéből számtalan olyan dolgot csavart ki, amiben bizony nekünk nagyon jó lenne, ha lenne beleszólásunk. Például az egészségügyi ellátásunkba, például az oktatásunkba. A szakrendelésekkel kapcsolatban én nagyon szépen meg fogom kérni a miniszterelnököt, az illetékes minisztériumot és a mindenkori miniszterelnököt, hogy ne büntesse a város, ne büntesse a magyarokat, hanem, ha mondjuk az egészségünkkel ne játszanak. Ha ezt viccesen gondolja, vagy viccesnek gondolja egy miniszterelnök, hogy a magyar emberek, a budapesti emberek egészségével játszani lehet, akkor azt gondolom, hogy nem vicces, hanem sírni való. Olga, az önkormányzati törvényt a Magyar Országgyűlés tudja megváltoztatni. Világos. Nem fognak ott változni az arányok attól, világos, hogy ő főpolgármester van esetleg. De lesz. De az, hogy Budapesten, a 5 percen belül legalább az időpontot tudjam lefoglalni, ha már egyszer abban nincs beleszólásom, hogy ne kelljen 2-3 hetet várni egy szakvizsgálatra, de legalább ne kelljen fél napokat telefonálnom. Sok esetben nincs ki felvegye a telefont. A fővárosi önkormányzat meg fogja szervezni azt az ügyfélközpontot, ami a főváros területén lévő szakrendeléseket és az odafoglalható időpontokat koordinálja. Hát ez nem könnyíti a budapestiek életét? Dehogy nem. Egészségügyi. Ki lehet egészíteni, csak behoznék még egy szempontot. Egészségügyi kérdés a levegőminőség is. Hőrkurut, aszkma, tüdőrák, korábbi halálozás. Ezzel mit lehet kezdeni? Van erre elképzelés hát egyáltalán, és ki lehet egészíteni ugye, mindazt, tudjátok, amit oldalán. Azt biztos ti is tudjátok, hogy mennyi Budapest éves széndioxid kibocsátása? Tonnában vagy tonnában. Köbméterben? Tonnában nem tudom, csak köbméterben készültem. És ettől leszünk ennyire köhögősek. 9. Jó, de a számításait szerint 35 perc alatt meg kellett volna gyógyulni. 25? Nem gyógyulni. Igen. Segítek. 25 percen belül megtudod, hogy hova kell fordulni. Szóval 9 millió tonna a széndioxid kibocsátás. És tudjátok azt, és tudják a kedves nézők, hogy mi a legnagyobb széndioxid kibocsátó Budapest területén? Az épületek fűtése.
Tehát amikor arról beszélünk, hogy valamit tenni kellene már ennek a városvezetésnek, akkor dobálózhatunk a milliárdokkal. Sokkal kevésbé értjük meg azt, a milliárdok és azok felhasználását, és hogy ez hány százaléka a GDP-nek, mint ha azt mondjuk, hogy köhög a gyerek, aszmás a gyerek, hogy hány kruppos gyerek van ebben a városban, ebben a fővárosban. Iszonyat mennyiségű széndioxid, iszonyat mennyiségű szennyező anyag jut a levegőbe. Kezdjük el korszerűsíteni, tessék, itt az élő példa, a fővárosban található épületek fűtését. Hát a világ e felé halad. Miközben ezzel teljesen egyetértek, ugye a légszennyezettség annak az oka alapvetően ugye azért nem a széndioxidból származik, hanem nagyon korszerűtlen fűtési módokból, illetve rossz közlekedésből. Ehhez azt gondolom, hogy a belvárosban ki kell tiltani azokat a régi dízeljárműveket. Közlekedés 22%. 22 és 77 a fűtés. A nagyobbik része, de jellemzően a légszennyezettség, tehát a betegségeket okozó károsanyag kibocsátás az nem a széndioxid, hanem nitrogéndioxid, meg a szállópor, meg mások. De most ezen megint nem fogunk összeveszni. Az biztos, hogy főleg a fűtési időszakban a külváros részeken is elképesztő rossz a levegő, hiába nincsen intenzív közlekedés, mert nagyon Budapestnek rossz a levegője, akkor gyakorlatilag a magyar lakosság majdnem ötöde van egészségügyi veszélynek kitéve. Igen, és hát emberek ezrei halnak meg idő előtt a légszennyezettség miatt. Én egyébként visszatérve az Olga egészségügyi javaslatával kapcsolatosan, én ezt fontosabbnak érzem, hogy a főváros mondjuk egy ügyfélközpont létrehozása is egy jó ötlet, de én azt nagyon fontosnak érzem, hogy azt a minimum célt, hogy Budapesten is mindenhol van házi orvos, ez sajnos még Budapesten is probléma, ezt tudjuk elérni, ez kell külön támogatás. Zuglóban a házi orvosok nagyon komoly plusz támogatást is kapnak az állami finanszírozás fölött, és azt kell elérni, hogy a házi orvos tudjon kapni adott esetben interneten keresztül azonnal időpontot, ehhez informatikai fejlesztések kellenek, illetve olyan eszközbeszerzések, amelyeket az elmúlt időszakban már kerületi önkormányzatok elkezdtek finanszírozni, és egy dolgot még nagyon fontosnak érzek. A magyar egészségügyi rendszer legnagyobb problémája az, hogy nincsenek szűrőprogramok, és ami a legelviselhetetlenebb szerint Magyarországon, hogy emberek olyan betegségbe halnak bele, amit hogyha néhány évvel előtt korábban észrevesznek, akkor megmenthetik volna az életüket. Szerintem a szűrőprogramok nagyon fontosak. Igen, Gergő, de Kálmánova Olga abban kezdte, hogy gyakorlatilag ezt elvették, tehát ezt a kormányzat elvette a fővárostól, majd magára hagyta, ugyanúgy, mint az oktatás. Az önkormányzat lényege, hogy vannak önként vállalt feladatok, hogyha egy önkormányzat fontosnak érzi azt, hogy az emberek ne halljanak meg vastagbérrákba, akkor kölcsön erre pénzt. Egy önkormányzatnak szerintem ez biztos nagyon fontos, csak én azt gondolom, a Budapest nem csak Zugló, van még 22 másik kerület is, ezért főpolgármesterként, a fővárosi önkormányzat első számú vezetőjeként én arra fogok törekedni, hogy az összes kerületben oldja meg ezt a mintát, vagy ezt a problémát. Ez kell a 23 polgármester majd, hiszen náluk van. Lesz 23 olyan polgármester. Az emberek egészségével nem játszunk. Jó, tehát én nekem ugye a levelezésem az viszonylag hűven tükrözi azt a grafikont, amit az elején mutattunk. Folyamatosan azt kérdezik tőlem az emberek, hogy miért nem beszélgetünk az egészségügyi ellátásnak a nehézségeiről, és szerintem az valóban egy botrány, hogy a fővárosnak nagyon-nagyon kevés ráhatása van erre, és én nem is akarok pont azért az egészségügyről beszélni, hanem arról akarok beszélni, hogy el kell indulnia annak a változásnak, amivel fölismertetjük egyébként egy ellenzéki győzelemmel a fővárosban az emberekkel azt, hogy az önkormányzatiság az egy fontos dolog. Tehát az a mítosz, amit itt a NER táplál, hogy majd attól, hogy megszűnnek a viták és központosítunk mindent, attól nem oldódnak meg az ő problémáik. Tehát igenis el kell indítani egy harcot az önkormányzatiság visszaállításáért, és az őszi ellenzéki győzelem lesz ebben az első lépés Magyarországon. Gábornál marad a szó. Évente legalább 20 000 kivándorolt magyar jöjjön haza. Miért? Főpolgármesterként mit tud változtatni azokon a körülményeken, amik miatt ezek az emberek elmentek? És most nincs lehetőség témát rabolni, mert időben megcsúsztunk. Figyelek! Szerintem ez a programunknak a legambiciózusabb része, és itt mindenképpen akartunk egy számot mondani. Sajnos a magyar kivándorlásban az az egyik legnagyobb probléma, hogy éppen a legjobban képzett emberek mennek el a legnagyobb arányban, sokkal nagyobb arányban, mint a környező országokban. Tehát ezeknek a fiatal és nem annyira fiatal embereknek a hazahozatala, az egy nagyon-nagyon fontos nemzeti érdek. Nem mindenki Budapestről ment el. Nem mindenki Budapestről ment el, itt most a budapestiekről beszélek, hogy őket próbáljuk
meg hazahozni, mégpedig azzal, nem csak azért mennek el, mert hogy több pénzt kapnak, hanem elmenekülnek attól a folyamatos feszültségtől, amiben itt nap mint nap élünk, ettől a szekértábor logikától, attól, hogy nem a képességeiknek megfelelően, hanem az összeköttetéseiknek megfelelően érvényesülnek, attól egyébként, hogy a város egyelőre alkalmatlan arra, hogy tényleg ilyen világszínvonalú iparokat hozzon ide, és világszínvonalú állásokat adjon ezeknek a tehetséges fiataloknak. Ezen kell változtatni, és majd, hogyha ez sikerül, és ezen igenis lehet főpolgármesterként tevékenykedni azzal, hogy a korrupciót csökkentjük, hogy megpróbálunk együttműködni egyetemekkel és nemzetközi cégekkel, hogy idehozzuk őket, olyan habokat teremtsünk, ahol ilyen nagyobb együttműködések lehetnek, és akkor majd elkezdenek tudni hazajönni ezek a fiatalok. Hisz abban, hogy egy élhetőbb városból lehet egyszer majd egy élhetőbb ország? Abszolút. Hogy nem csinálnám, hogyha nem gondolnám. Karácsony Gergely ötlete megadóztatná a 500 millió feletti ingatlanokat. Nekem az első gondolatom az volt, hogy az emberek semmiféle kapcsolatot nem látnak a beszedett adók és illetékek és az ő életük megváltozása között. Ezt az ellentétet, ezt hogy fogja tudni áthidalni? Nem tudom, hogy az a pénz, amit tőlem az állam beszed, abból mi az az előny, amit én, a családom vagy a környezetemből élők kapnak. Ezért nagyon világos, hogy a Tibor Czadónak az a filozófiája, hogy miközben Budapesten van egy lakhatási válság, közben egyébként részben az építőipari árakat éppen az viszi fölfelé, hogy presztízs beruházásokra költjük el a budapestiek és az adófizetők pénzét, marhaságokra, stadionokra, a liget tönkretétel és másra, és ezen építési vállalkozók többek között iszonyatosan meggazdagodtak, és Budapesten egyszerre látjuk azt, hogy az emberek 90%-ának rosszabb az élete, és van egy szűk elit, ami pedig felkapaszkodott. Én azt nagyon nehezen viselem el, hogy olyan az adórendszerünk, hogy valaki minél szegényebb, annál nagyobb mértékben adózik, de ezen még nem tudunk majd változtatni, majd talán a következő kormány ezt megteszi. Amit mi tudunk tenni, az a létező önkormányzati adóknak egy igazságosabb kivetése. Gergő, ki fogja felmérni ezeket a vagyonokat? Tehát az APEC-en kívül ki van abban a helyzetben, hogy meg tudja mondani, hogy valakinek 500 millió? Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek ennek az adónak a bevezetésére ma is jogosultak, akik többé-kevésbé ismerik a saját kerületeket, és pontosan tudják az, mely utcákban kell sétálni ahhoz, hogy ilyen típusú ingatlanokat találjanak. Ez ebből az adóból befolyó évi néhány milliárd forint, az egy nagyon komoly bevételi forrás annak érdekében, hogy a lakhatási válságot megoldjuk, és nagyon egyértelmű az a szándék is, hogy valamilyen mértékben mégiscsak ebben a városban igazságot kell tenni, mert az afelett egy progresszív, demokratikus városvezetés nem mehet el, hogy ez a város ketté szakadt egy szűk elitre, amely nagyon nagy mértékben a közpénzekből gazdagodott meg, és arra a magára hagyott városra, akit egyébként lenéznek a karmelita korostorból nézve rájuk a miniszterelnökük, és a veje pedig megsértődik akkor, hogyha bizony a nevét valaki leírja egy újságban, hát sértődjön meg, és aztán járuljon a kasszához és fizessen. Nekem még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Saját idejéből. Jó. A NER lovagok meggazdagodása, az tisztességtelen úton módon történt? Természetesen. Akkor ez nem büntetőjogi kategória? De. De egyenlőre nem legfőbb ügyésznek készülök, hanem főpolgármester. Jó, csak nem tudtam, hogy lehet keverni az adózást a büntetőjoggal. Figyeljünk arra, hogy azt mondta, hogy egyelőre, még az is jön. Ebben a körben a záró kérdés Kálmán Olga ötlete, 18 éves korig ingyenessé tenni a BKV járművek használatát. Azért, tehát valaki azért is fizet, hogyha valami ingyenes. Annak valaki kifizeti az árát. 6 milliárd forint. Kit és milyen célból segítene ez az intézkedés? Hát a családokat. Hát mi, akik kisgyerekes szülők vagyunk, hát pontosan tudjuk, minél több a gyermek, egyszer csak elérik az iskoláskort, egyszer csak elkezdik használni a tömegközlekedést, egyszer csak el kell kezdenünk venni nekik a bérleteket. Hogyha a családoknak, akár a több gyermekes családoknak ezt a könnyítést egészen gimnázium befejezéséig 18 éves korig megadjuk, hát az hogy ne lenne segítség? Azt a 6 milliárd forintot nem tudjuk kigazdálkodni, nincs is annyi egyébként, mert abban az egyetemisták bérlet és jegyvételei vagy bérletbevételének az összegét is beleszámoljuk. 6 milliárd forintot ki kell gazdálkodni a BKV támogatásából, különösen úgy, hogy nagyon-nagyon szűkmarkúan ad az állam, ugye 2010 óta a BKV támogatására. Itt is lesz még miről tárgyalnunk.
A közlekedés. Szeretnék annyit mondani, hogy én ezzel teljes mértékben egyetértek, és ez fontos látni, hogy a jegybevételek ma egyharmad részben finanszírozzák a közösségi közlekedést, és sajnos a magas árak még mindig akadályai annak, hogy többen használják, szerintem a városnak érdeke az, hogy többen közlekedjenek tömegközlekedéssel. De a fiatalok is többen használják, az biztos. Az helyén való, hogy a fővárosi önkormányzat 80 milliárd forintot kénytelen költeni a BKV fenntartására. Hát nem így volt ez 2010 előtt. Köszönöm szépen. Ennek a körnek itt most vége. Most megint egy rövid időre szusszanunk. A reklám után többek között kortes beszédeket hallhatunk. Maradjanak. Az ellenzéki főpolgármester jelöltek vitáját látják élőben Budapestről, ez a harmadik harmada, folytatásban először arról beszélünk. Lehet-e egy várost kompromisszumok nélkül ellenzékből irányítani? Ezt követően a jelöltek kortes beszédei hangzanak el zárszóként, itt a megszólalás sorrendjét majd sorsolással döntjük el. Kezdjük azzal, hogy hogyan képzelik az együttműködést a kormányzattal. Lehet-e kompromisszumok nélkül ellenzékből irányítani egy várost? Honnan lesz pénz, hogyan viszik keresztül azokat a törvénymódosításokat, amelyekre szükségük lesz, hogy mindazt megvalósítsák, amiről beszéltek. Hát azért nem kell feltétlenül mindenhez törvényt módosítani, politikát kell módosítani abban az értelemben, hogy ma egy olyan főpolgármestere van Budapestnek, aki már rég elveszítette főpolgármesteri jellegét, mert gyakorlatilag a központi hatalom Orbán Viktor akaratát érvényesíti a budapestieknél. Ezt kell megfordítanunk. Az egész előválasztás arról szól, hogy a budapestiek emberét keressük, azt az embert, aki a budapestiek érdekét fogja képviselni a kormánnyal szemben, olyan mértékben vállalva a konfliktusokat, amilyen mértékben ez szükséges. Tehát igazából az elmúlt 9 évben azt az utat, hogy van egy fideszes pártkáder, és ő a városvezetőnk, és ő majd a jóságos királynál Orbán Viktornál elintéz ezt-azt, ez láthatóan nem működik, ennek az ellenkezőjére van szükség. Budapest álljon a sarkára, válasszon magának egy vezetőt, és ez az erős város erős lesz ahhoz, hogy elérje azt, amit kell a kormánynál. Úgy tűnt, hogy Tarlós István az elmúlt években például csatákat vív a BKV támogatásáért. Ami így sokkal kevesebb, mint ami korábban volna, volt. Ezeket a csatákat elveszített, ha egyáltalán felvonult a csatatérre. Én azért szoktam mosolyogni azon a felvetésen, hogy júj, egy ellenzéki főpolgármester mit érhet el a kormánnyal szemben, mert hogy az jut eszembe, hogy egy kormánypárti főpolgármester mit ért el az elmúlt 9 évben a kormánnyal szemben? Állítólagos csaták voltak, egyikünk sem látta ezeket a csatákat, az eredményeket viszont ismerjük. Én nagyon komolyan bízom abban, hogy ősztől ellenzéki többségű testülete lesz a fővárosi önkormányzatnak. És egész egyszerűen abból a alaptézisből kiindulva, hogy egy főpolgármesternek a mindenkori miniszterelnök, a mindenkori kormány nem a főnöke, a főpolgármestert közvetlenül a budapestiek választják. A főpolgármesternek, reményeim szerint nekem, a budapestiek lesznek a főnökeim, és nem a mindenkori kormány, nem Orbán Viktor vagy a következő miniszterelnök. Partneri viszony lehet, hiszen együtt kell dolgoznunk, együtt kell kijárni ügyeket, de én a budapestieket fogom képviselni annak érdekében, hogy ügyek mentén járjak el. Kálmán Olga arról beszélt, figyelek, hogy partneri viszony. Hol van az a határ, ameddig hajlandóak elmenni ebben a partneri viszonyban? Jó, én az eredeti kérdésre szeretnék először válaszolni. Tehát én voltam már válsághelyzetben, cégben, projektben, tehát van az, amikor reálisan kell tervezni, azt figyelembe véve, hogy nem lesz több a költségvetés. Így kell fönntartani a működő képességet. Egyébként pedig oda kell állni a kormány elé azokkal a tervekkel, amikről azt gondoljuk, hogy Budapest érdekében meg kell őket valósítani. Az én számomra fontos, hogy ne csak a kormánnyal konfrontálódjak, hanem egyúttal sokkal jobban bevonjuk Budapest polgárait abba, hogy kiderüljön, hogy a városnak mi fontos, mert ez a részvétel most azért jobbára formális. Ne felejtsük el, hogy egy olyan városról beszélünk, ahol az emberek többsége nem szívesen jár lakógyűlésre sem. De igazából egy főpolgármesternek akkor van mandátuma, hogyha tudja, ténylegesen tudja a döntéshozatali folyamatból, hogy fontos az a budapestieknek, amikért ő küzd, és akkor tudok odaülni Orbán Viktor elé, hogy itt van ez a terv, erre kell a pénz, ilyen és ilyen dolgok, és az én feladatom az, hogy világossá tegyem, hogy ő ezt pártolja-e, vagy pedig elkaszálja azt, amiben a budapestiek megállapodtak. Csak itt mondom el, Kerpe Fronius Gábor ugye arról beszélt, hogy egy olyan városban élünk, ahol az emberek nem szívesen járnak lakógyűlésre, én sem. De tudom, hogy ma a nap végéig 35
35 000 szavaztak, tehát az előválasztás második fordulója átlépte a 35 ezres számot. Még egy fontos dolog. Nem szívesen járunk, de a demokráciát azért budapestiek szeretik, úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe vigyázó tekintetünket, egy picit vessük Törökország felé, Isztambul felé. Ott már van egy jó példa. Jó, akkor igazi ünneprontó leszek. Mi történik akkor, hogyha a kormány a meglévő kétharmadával még tovább szigorít azokon a szabályokon, amik az önök véleménye szerint már így is ellehetetlenítik az önkormányzatiságot Magyarországon? Hát nézze, valószínűleg meg fogják próbálni megszorongatni a költségvetést, akkor a főpolgármesternek el kell járnia azért, hogy legelőször a Karmelita kolostorba kapcsolják le a villanyt. Tehát, hogy... Ez jól hangzik, meg tudja tenni? Hát majd elvágjuk a zsinort, tehát mit tudom, nem tudom. Tehát... Nem, én komolyan gondolom, hogy ez egy bizonyos szint után már nem kérdés. Tudom, hogy azt szoktuk mondani, és én magam is sokszor hangoztattam azt, hogy Budapest egy bűnös város a jelenlegi kormány szemében. De egy idő után, egy szint után ezt nem teheti meg egy csaknem 2 milliós várossal a kormányzat. Nem lehet Budapest örökre bűnös város. Lehet, hogy Tarlós István ezt elviselte, hogy az ő vezetése alatt is az legyen. Szegeddel is ezt megtették? Budapesttel nem fogják megtenni. Nem lehet megtenni. Egyébként tényleg abból kell kiindulni, hogy a Fidesznek csak mindig a saját érdeke számít. Nem az ország érdeke, nem Budapest érdeke. De az nem lehet érdeke a Fidesznek, hogy szembe menjen egy közel 2 milliós város, egy erős város, erős politikai akaratával, mert le fogja nullázni a saját társadalmi támogatását. Azért kell ez a részvételi folyamat, az előválasztás, és azért kell olyan várospolitikát csinálnunk, ami mindig a budapestieket behívja minden fontos kérdésben, hogy mondják el a véleményüket, mert ezzel a véleménnyel fog szembe menni. Nem egyszerűen egy erős vezetőre van szükségünk, egy erős városra, aminek az akaratát nem lehet félre söpörni, és a Fidesz nem is fogja megtenni, mert akkor elveszíti a támogatását, és a parlamenti választáson csúnyán meg fog bukni. Hölgyem, uraim, 2-2 percre most önöké lesz az ország nyilvánossága, körtes beszédek következnek. A sorsa vagy a sorrendet most kivételesen sorsolással döntjük el. 1-3-ig vannak számok ezekben a borítékokban. Kérem, hogy mindenki húzzon egyet-egyet, és amilyen számot talál rajta, az marad. Már is ki lehet bontani, és aki az egyes számot látja a papírján, az rögtön hozzá is kezdhet. Szabad meg tudnom? Én vagyok. Kerpel Frónius Gábori a szó. Jó, tehát itt próbáltunk szakpolitikai vitát csinálni. Voltak éppen köztünk szerintem nem szakpolitikai vita van. Az a kérdés, hogy megtaláljuk azt az embert, aki a legalkalmasabb Tarlós István kihívójának. Szemben a Magyar Szocialista Párt, illetve Gyurcsány Ferenc jelöltjével, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet baloldali belügyként tekinteni. A legfontosabb Budapest számára az, hogy meghaladjuk az eddigi szekértábor politikát, és megszólítsuk azokat a jobboldali polgárokat, akik a polgári Magyarország jegyében szavaztak 98-ban a Fideszre, megszólítsuk a sétáló Budapest híveit, és együtt alkossunk egy olyan új szövetséget, ami képes lesz legyőzni Tarlós Istvánt, képes lesz utána egy olyan új szövetséget létrehozni, amelyik megszabadítja Budapestet, Budapest költségvetését a rátelepedett maffiahálózattól. Ez az a cél, amit el kell érnünk. Ebbe a szövetségbe hívom én ezeket a polgárokat, és úgy érzem, hogy a Momentum centrista jelöltjeként nekem sokkal nagyobb esélyem van ennek a szövetségnek a létrehozására, mint a vetélytársaimnak, mert hogy egy olyan víziót próbálok adni ennek a városnak, ami méltó ahhoz a történeti hagyományhoz, ami Budapestnek van. Tehát ismétlem, le kell győzni Tarlós Istvánt, meg kell szabadítani Budapestet a Fidesz maffiától, ehhez a baloldali, jobboldali és zöld szavazókra egyaránt szükség van minden polgárra, aki Budapest fejlődését tartja a szeme előtt. Ebbe a szövetségbe hívok mindenkit, tartsanak velem, vegyük vissza együtt Budapestet. A Taps Kerpel Frónius Gábornak, a Momentum főpolgármester jelöltjének szólt. Köszönöm szépen, ha jól sejtem, Karácsony Gergely folytatja. Tessék. Az, hogy ki lesz Budapest következő főpolgármestere, ez nem a pártok ügye. Ez a budapestiek ügye, és nagyon büszke vagyok arra, hogy éven keresztül nógatom a pártokat annak érdekében, hogy engedjék ki a kezükből azt, ami egyébként soha nem is volt az övék. Engedjék ki a kezükből a politizálás, a döntés lehetőségét, és adják oda a budapestieknek.
Nem gondolom azt, hogy itt ebben a vitában, vagy az előválasztási folyamatban az ellenzék jelöltjét keressük. Hiszen nem csak az ellenzéki szavazóknak akarunk alternatívát kínálni, hanem mindenkinek, aki ebben a városban változást akar. És az az ember, aki sikeresen meg tud majd küzdeni, nem csak Tarlós Istvánnal, hanem ami még fontosabb, Budapest nagy problémáival, annak a budapestiek jelöltjének kell lennie, és nem csak egyszerűen az ellenzék jelöltjének. Én nagyon régóta is tudatosan készülök erre a feladatra. 5 éve vagyok önkormányzati vezető. Ellenszélben, testületi többség nélkül, nagyon sok küzdelmet végigharcolva azt gondolom, hogy fel tudom mérni azt a felelősséget, hogy mit jelent a budapestiek emberének lenni. És tudom azt, hogy milyen lesz az, amikor elkezdjük majd ezt a város közösen megváltoztatni. Tudom, milyen az, amikor a 8. emeleten éppen öngyilkosságot elkövetni akaró, kilakoltatás előtt álló embert hogyan lehet visszahozni az életbe, és hogyan lehet neki lakást biztosítani. Tudom, milyen az, amikor valaki szembe megy egy gazdasági lobbival, és azt üvöltik a képébe, hogy ne mondjál ilyet, mert tudom, hova jár a gyereked óvodába. Szóval nagyon kemény csatákon vagyok túl. De ezek a csaták megedzettek, és ez az előválasztási kampány, és azok a politikai fordulatok, amelyek sokak számára talán furcsák voltak a pártok részéről a támogatásomat illetően, még inkább elszántá tettek. Örülök, hogy van igazi tétel bíró előválasztás, és örülök annak, hogy ilyen sokan elmentek szavazni. Arra kérem azokat, akik még nem szavaztak, azok éljenek ezzel a történelmi lehetőséggel, hogy közösen megváltoztatjuk ezt a várost. És arra kérem őket, hogy támogassanak engem, hiszen hosszú évek óta, hónapok óta arra készülök, hogy ezt a várost velük közösen megváltoztassam. Köszönöm szépen! A Taps Karácsony Gergelynek, az MSZPP és a Szolidaritás jelöltjének szót Kálmán Olgáé a szó. Figyelünk. Én megmondtam önöknek az elején, hogy nem fogok politikusként beszélni. Abban pedig biztosak lehetnek, hogy nem fogok pártpolitikusként dolgozni, amikor már városvezető leszek. Biztos vagyok benne, hogy a mi életünk minőségét, azt, hogy hogyan érezzük magunkat ebben a városban, ami a mi otthonunk, azt nem kizárólag az befolyásolja, hogy hány milliárdért, mit fejlesztettek, kinek a koncepciója. Ezek nagyon fontos dolgok, de a mi hétköznapi életünket nem ezek határozzák meg alapvetően. Mondják meg nekem, hogy lehet az, hogy az első májusi eső újabb több ezer kátyút üt az állítólag jól karbantartott fővárosi utakba. Mondják meg nekem, hogy lehet az, hogy az első júniusi zivatar, amely megrongálja a fákat, és másnap a tűzoltók levágják nagyon helyesen, de 5 nap múlva a levágott gajak, ágak, fanyesedékek még mindig ott vannak az utcán, a járdán. Ki nem vitte el? Ki nem szervezte meg? Ki nem figyelt oda? Ebben a városban hol van az odafigyelés? Egy valami családanyaként, dolgozó nőként én nagyon megtanultam. Az otthon, a család életét meg kell szervezni. Én meg fogom szervezni a közös mindannyiunk életét, meg fogom szervezni azt, hogy 5 percen belül szakorvosi rendelési időpontot kapjak, hogy 15 percen belül patikát találjak, hogy 25 percen belül derüljön ki, hogy milyen orvosi ellátásra van szükségem. Nem olyan nagy dolgok? Dehogy nem. A mi mindannyiunk életéről beszélünk. Kérem, hogy június 26-áig az előválasztáson szavazzanak rám. És tudják miért? Azért, hogy ezt az oda nem figyelést, ezt a nem törődömséget, ezt személyesen veshessem majd Tarlós István szemére októberben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kálmán Olga független jelölt a DK támogatásával. Így a műsor utolsó perceiben érdekelne, hogy mi a személyes tapasztalatuk ebből az egész kampányból, ami nem ért még véget, de 2,5 napon belül véget fog érni. Hát illetve legalábbis az előválasztási része egy valakinek folytatódik majd önök közül. Mit tanultak belőle? Én azt tanultam belőle, hogy az emberek szeretik a demokráciát, és az embereknek fontos az, hogy elmondhassák a véleményüket. Tényleg megejtő volt látni a tömött sorokat, hogy az emberek nagy béketűréssel állnak, és várják azt, hogy leadják a szavazatukat. És hogy igazából egy olyan típusú vita alakult ki közöttünk, amely megerősített mindannyiunkat abban a hitben, amit a várossal kapcsolatosan gondol. És hogy egy kicsit bemutattuk azt, hogy az a demokrácia, ami már olyan fájóan hiányzik az elmúlt években a magyar politikából, az most visszaköszönt. Én azt mondom a budapestieknek, hogy le a kalappal, hogy ilyen sokan megmozdultak. Kérem, hogy akik még nem szavaztak, azok is szavazhassanak.
azok, akik szavazzanak az elkövetkező napokban. Én egy nagyon pozitív élményként tekintek erre a választásra, és hagyj pontosítsam, amit mondott. Bármelyikünk lesz a győztes, a másik kettőre biztosan számítani fog, és nekünk az lesz a dolgunk, hogy mind a hárman ezt a kampányt végigcsináljuk egészen októberig. Ez azt is jelenti, hogy gondolkodnak azon, hogy győzelmük esetén felkérik az önök mellett álló egy-egy embert arra, hogy... Arról, hogy közösen dolgozzunk Budapest megváltoztatás érdekében, én erre mindenkit hívok, minden budapesti és nincs minden vita. Bocsánat, ez az enyém, de szívesen odaadom. Arra vigyáztam, hogy ne körögjék bele, hogy beszélem. De akkor szóval Karácsony Gergely gondolata nem arról szólt, hogy Budapest lehetséges főpolgármestere és két főpolgármester helyettese áll most itt a pulpituson. Azt hittem, hogy megéri az előválasztási végét, mert hogy Gábor egyre nehezebben kap, de mondom, itt van a víz. Azt már rohammal ezt végigcsinálni, nagyon becsülöm. Posztokat nem osztogatunk, én semmiképpen nem, de azt gondolom, hogy jelölt társaim sem. De az, hogy megismertük egymás programját, hogy tudjuk, hogy ki milyen irányba vinni a várost, szerintem teljesen egyértelmű, hogy közöttünk nagy viták nincsenek. Hangsúlybeli különbségek, hát hogy ne lennének? Az az ő programja, ez az övé, ez meg az enyém. De ezeket a hangsúlyokat össze fogjuk csiszolni. Vége az előválasztásnak, utána egy ellenzéki főpolgármester jelölt lesz az előválasztás győztese, ha lesznek még indulók, őket is nyilván majd a választók, hát majd választják, akire szívük joga szerint húzzák az X-et. Szóval az ellenzéki előválasztásban résztvevő pártoknak egy közös jelöltjük lesz, és onnantól kezdve azért fogunk dolgozni, hogy aki az előválasztáson győztesként kikerül, a lehető legjobb eredményt érje el ősszel. Még egyszer mondom, szeretném szembesíteni, és valakinek szembesíteni kell Tarlós István a nem törődömségével. Gábor? Három dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy amint valaki, remélem, hogy én egyébként, de megnyeri az előválasztást, a másik kettő biztos, hogy föl fogja hívni és meg fogja kérdezni, hogy miben segítheti a legjobban a közös kampányt. Ez az egyik dolog. A másik, hogy nekem is örömünnep volt ez, hogy egy sok összefogás kísérlet után végre egy olyan kísérlet van, ahol Budapest polgárai szavazhatnak egy olyan kérdésben, hogy ki legyen az ellenzéknek a közös jelöltje, és ez egy komoly vita után alakul ki. Szerintem ez nagyon jó. És a harmadik pedig egy egészen személyes dolog, tehát nyilván nem titok, hogy én tettem meg az elmúlt három hétben a legnagyobb utat, onnan, hogy így gyakorlatilag ismeretlenül ilyen viszonylag erős fény, tehát középpontba kerültem, és én azt szeretném mondani mindenkinek, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó élmény. Tehát mindenki, aki így elégedetlen azzal, ami van most Magyarországon, próbálja ki azt, hogy a tehetségének, elszántságának, felelősségvállásának megfelelően próbáljon meg részt venni a közéletben, mert nagyon-nagyon hálás dolog, nagyon-nagyon jó dolog, és furcsa módon könnyebbséget ad az embernek a fáradtság mellett. Először is menjenek el. Itt a vége. Ennek a műsornak az volt a célja, hogy önök megalapozottan tudjanak dönteni, amikor kiválasztják azt az embert, akit a legalkalmasabbnak gondolnak Budapest vezetésére. Előtte persze arra, hogy legyőzze a Fidesz jelöltjét, Tarlós István. Ha egy kicsit tisztult a kép, akkor jó munkát végeztünk. Köszönöm a figyelmet, köszönet a közönségnek, és köszönet a jelölteknek. Viszontlátásra! Köszönöm.